Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Kalmár János, az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi tanára. Szervusz! Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat! Folytatjuk az Elfeledett Királyaink sorozatot, és a mai napon harmadik Károlyról fogunk beszélni, aki nem az idén nemrég koronázott brit uralkodó, hanem harmadik Károly magyar király, aki 1711-től 1740-ig volt a magyar trónon, és két nevezetes évszám, az egyik az azért, mert a Rákóczi szabadságharc vége, a második pedig nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy általában Mária Terézia uralkodásának a kezdete, nyilván a kettő az összefügg, de valahogy harmadik Károlyról az a tapasztalatom, hogy sokkal kevesebbet tudunk és beszélünk. Pedig, hát közel három évtizeden keresztül uralkodott, mi lehet az oka annak, hogy ő egy kicsit tényleg el van felejtve, nem volt akkor a formátum, vagy nem jó a sajtója? Hát azt mondanám, igen, az utóbbi talán, hogy nem jó a sajtója. Meg hát nyilván hozzájárul az is ehhez, hogy a történeti tudatban általában azokat a személyeket őrizzük meg, akikhez valamilyen kiemelkedő, lehetőleg látványos vagy zajos, hogy így mondjam, esemény fűződik, tehát ugye esetleg győztes háborúk, vagy országterület bővítések, vagy valami hasonló, vagy olyan esetleges szembenállás velük, mondjuk II. Józsefre gondolok például a 18. századból, amelyik hát nagy port vert fel, és hát ezért ugye velük visszatérően foglalkozik, még az iskolai történelemtanítás is bekerülnek. Na most harmadik Károly idejében ilyen jellegű dolgok nem voltak, de én azt gondolom, és most már ezzel nem vagyok egyedül, idehaza sem, és külföldön sem, mondjuk az osztrák történetírásra, vagy akár a spanyolra is gondolhatok, hogy kezdik fölfedezni, és rájönni arra, hogy mennyi minden kezdődik ő nála, aminek a kiteljesedése lehet, hogy részben vagy egészben egy utóda alatt, vagy későbbi időszakban következett be, de a kezdetek ide nyúlnak vissza. Tehát a kezdeti érdemekben mégiscsak jelentős szerepe volt. Tehát ez egy békés, prosperáló időszak? Azért is kérdezem, mert a beszélgetés témasorozatnak a felvezetőiben elhangzott olyan gondolat, hogy a 18. század a magyar történelemnek az aranykora, és hát lehet ezzel az állítással vitatkozni, de hát ebből a 18. századból egy egészen nagy időszakot ölelt fel harmadik Károlynak az uralkodása. Én örülök, hogyha így hangzott el, hogy a 18. század a magyar történelemnek az arany, vagy az egyik aranykora legalábbis, mert ez sokáig nem így volt a köztudatban, inkább ellenkező előjellel, ahogy tudnék, hát elnemzetietlenedő korszak volt. Ugye véget ért az az előző időszak, ugye főleg a 17. századra gondolok, amikor hát a Habsburgokkal, az uralkodóházával fegyveres felkelések egymást követték, ugye Bocskaival elkezdve mondjuk Tökölivel, sőt rá második Rákóczi Ferenccel bezárólag, ugye, és ez hát egyfajta látványos nemzeti sikereket is, kudarcokat is magával hozott, de minden esetre ugye a nemzeti függetlenségnek az eszmét ébren tartó időszak volt. Most ehhez képest ugye a 18. század, és ez nem csak a harmadik Károly időszakára vonatkozik, az hát sokkal kevésbé bővelkedett hasonló, hát ilyen események egyáltalán nem voltak, ugye már Rákóczi szabadsághoz befejeződése után. A szembenállásnak II. József idején majd fölparázslik, de az is, hogy így mondjam, az alkotmányos keretek között marad. Tehát ennek persze megvan a történeti okai. Egyszerűen a rendiség és egyáltalán Magyarország már nem volt abban a helyzetben, nem támaszkodhatott olyan stabil idegen hatalomra, amikor ez kétes értékű is, mint annak idején az Oszmán Birodalom volt, amelyik ugye jelen volt az ország területének kétharmadán, és amelyhez ugye az állandó szembenállás miatt mindig vízvás fordulhatott az akkori ellenzék. Itt, hogyha harmadik Károly uralkodásának és hát életének az elejét vizsgáljuk, akkor itt a Habsburg család is, hát nem is tudom, hatalma zenitjén van talán, vagy nagyjából azon a környéken. Mikor születik harmadik Károly, és milyen családba érkezik? 1685-ben született, és hát igen, ugye Lipót császárnak szintén hosszú ideig, ugye 1657 óta, és majd 1705-ig uralkodik, ő a fiatalabbik fia, a második fia volt, és már első Lipót egyrészt a hosszú uralkodásának köszönhetően, másrészt pedig ő szintén nagyon nagy jelentőségű uralkodóként tartja számon, különösképpen az osztrák történetírás, ugye nálunk
kicsit negatív a megítélése, ugye a vasvári béke, meg azután a tököli mozgalom, tehát az az ellenzéki mozgalom, meg aztán ugye a Rákóczi szabadságharc miatt, ami hát ő alatt az zajlott protestáns üldözések, stb. Erőszakos ellenreformáció. Szóval mindezek ugye számára Magyarországon nem jó sajtot teremtettek. Ettől függetlenül a német-római császárság területén a birodalomban, és az, hogy a tulajdonképpen két tűz között, mert ugye az oszmánok hatalom kiverése, Magyarország területének a felszabadítása fűződik a nevéhez, ráadásul olyan időszakban, amikor ismétlően folyamatosan francia támadásoknak volt kitéve a birodalom nyugati irányból. És hát ugye ilyen helyzetben sikerült azért neki a törököt kivernie, és végeredményben a monarchiának a helyzetét konszolidálnia. Szóval egy nagy formátumú személyiség volt, és hát ez, na, szóval lényeg az, hogy ilyen ugye Bécs ostromát, az 1683-as török ostromát követően két évvel jött a világra ez a fiatalabbik fia, ugye hát Károly főhercegként értelemszerűen, úgyhogy egy hát nagyon megtépázott városba született, és az még akkor, majd ez a következő évtizedek lassú építkező, most a szó legszorosabb értelmébe vett építkező munkája lesz, még ebből a uralkodói és egyszeres, mint birodalmi, mert ugye császári székhelyből valóban egy európai nagyvároshoz és egyben kulturális központhoz méltó kialakítású főváros lesz az, ahhoz tartozó balota építkezésekkel, ugye a helyrehozandó templomokkal, stb. Károly születésétől egyértelműen a trónörökös? És ez így is marad? Nem. Hát ugye, mint mondtam, ő a második fiú a családban, hát ugye a trónörökös az első szülött, ez József volt, aki 1678-ban született, és őt már 1687-ben, akkor 9 éves volt, ugye, meg is koronázták magyar királlyá, és majd 1690-ben pedig megválasztják, és meg is koronázzák német-római királlyá, ami azt jelenti, hogy ez ugye még bőven apja életében történik mindkét esemény, ami azt jelenti, hogy ő már akkor a választófejedelmek által elfogadottan a császári trónnak is a várományosa lesz attól kezdve. Tehát a közvetlen trónörökös, a bátyja József főherceg lesz, illetve hát 87 óta már magyar király is, de miután régtől fogva, vagy régóta tudni lehetett, hogy a Habsburgok spanyolága kihalása várható, mert hogy az akkor regnáló második Károlynak nem lehet egészségügyi okok miatt, nem lehet utóda. Ennél fogva ugye hát a Habsburgok, ahogy egyébként a velük rivalizáló Bourbonok is, tehát a francia uralkodóház, egyaránt hasonló fokú rokonság alapján pályázott a spanyol koronára. És hát ebben a versenyben a Habsburgok, ugye most osztrák Habsburgok, tulajdonképpen Károlyt szánták spanyol uralkodónak. Tehát ilyen értelemben meg mégiscsak reménybeli spanyol uralkodó volt, de hozzá kell tenni, hogy hát miután ez ugye az a terület, az a koronaterület nem állt az ő birtokukban, ezért azt még meg kellett szerezni. Tehát az csak tulajdonképpen egy esélyt vagy egy reményt jelentett a trónhoz. És hát ez a remény, ez 1700-tól tűnik úgy, hogy beteljesedhet, ha emlékeim nem csalnak, és ekkor robban ki az, amit spanyol örökösödési háborúnak nevezünk, és talán nem teljesen összefüggés nélküli, vagy hát szépen lineárisan haladnak az események, hogy egy évvel korábban kötik meg a törökkel a békét, addig meg Magyarországon, Magyarország területén vannak háborúk. Ebben a korban természetes, hogy a birodalmaknak az élete az egy folyamatos háborúskodás, egy-két fronton akár? Hát nem feltétlenül, de ugye ebben az időszakban ez kétségtelenül lehet mondani, hogy szinte folyamatosan így van mégis, mert hát egyszerűen az események sodra ezt így hozta magával. Bécsnek ugye az említett 1683-as török ostroma, amelyik ugye török szempontból sikertelen volt, kudarccal végződött, magával hozta a felszabadító háborúnak a hullámát, ami valóban hát 1697-ben Zentánál ért véget katonai értelemben, és 99-ben ugye Kallócánál kötötték meg a békét, tehát ugye ez a fejezet ilyen értelemben lezárult. Egy magyarországi terület a temesi bánságnak a területe kivételével, mert azt még nem szabadították fel akkor.
De ugye pontosan ugye a zavarosban halászva Franciaország kihasználta ezt a török fronton való lekötöttségét, és hát igyekezett támogatókat is szerezni, meg támadást is indítani a birodalom ellen, nem is egy alkalommal a 17. század második felében. Szintén egyébként hosszú távon a spanyol koronának a megszerzésére készülve, mert hát ugye ők is ugyanúgy tudták, ahogy a Habsburgok, hogy ez előbb-utóbb aktuális lesz. Tehát ez egy nehéz időszak az osztrák Habsburg családnak, vagy a Habsburg ágnak. Azt próbálom kitapintani, hogy Károly ifjúkorának a milliója és időszaka az mennyire kontrasztos az uralkodásának az időszakával, ami meg egy békés időszak. Itt egy nagy váltás van nagyjából a trónra lépésének az időszakában? Hát most attól függ, hogy ugye mit számítunk a trónlépése kezdetének, mert hogyha a Magyarországit, akkor igen, akkor ez a kontraszt kétségkívül fönnáll, bár itt is aztán nem sokára a háborúba keveredik pont a törökkel, ez az említett temesi bánságnak a felszabadítása érdekében ugye 15-től, 16-tól ugye Velence oda. De ha a spanyolországi ellenkirályi, hogy mondjam, működését vesszük kezdetnek, ami 1705 végétől számítandó, akkor viszont azt kell mondjam, hogy rögtön belecsöppent a háború ott, ugye a spanyol örökösödési háború kellős közepébe, mert hát ugye spanyol ellenkirályként Barcelonában ott rendezte be a székhelyét, mert ugye a rivális, a Bourbon leszármazott, Anjou Fülöp, pedig Madridban rendezkedett be, már ezt megelőzően, ugye 1701 óta. Tehát akkor ugye ő a háború kellős közepébe csöppent, és a 11-ig tartó spanyolországi jelenléte, az mindvégig háború közepette zajlott, vagy telt el ezek az évek. Amiben persze volt örömteli, meg ünnepélyes időszak is, az 1708-as nősülése, hát az ilyen rangú dinasztiáknak megfelelő ceremónia közepette került erre sor Barcelonában. És hát a színházi előadások, stb. De ez rengeteg, meg egyéb művészeti megrendelések is kísérték, ugye reprezentáció, stb. Tehát azért ebben voltak kiemelt ünnepélyes és kulturálisan nagyon gyümölcsöző időszak is, de alapvetően a fegyverropogás közepette teltek el ezek az évek. Itt ez a barcelonai időszak az, amikor Károly megtanul uralkodni? Kitapintható-e az ő saját szerepe, saját döntései, vagy pedig ő a családjának a tagja, akit oda helyeznek? Látszik-e bármi az ő személyiségéből, az ifjú Károlynak a személyiségéből, hogy neki milyen céljai, motivációi vannak? Hát feltétlenül látszik, ugye 1705-ben ér ő Barcelonába, vagy köt ki, ott, amit nem meg pontosabban szárazföldön érkezik, mert Portugálián át, tehát igazából Portugáliában köt ki, de időközben meghalt az apja, a Lipót Bécsben, úgyhogy ő már ugye szuverén uralkodó, a bátyja trónra lép, ugye a József a közép-európai területeken, és ő hát önálló, ugye magát spanyol királynak tituláltatja, és ugye be is iktatják, ugye az egy bonyolult terület, a spanyol monarchia, nem kevésbé, mint a Habsburg monarchia egyébként, hogy különböző tartományokban be kell iktatni az uralkodót, újkorban már nincs koronázás, hanem hatalomba iktatás van, ennek megvannak tartományonként némileg eltérő ceremoniális, tehát ceremónia közepette. A lényeg az, de mindenütt esküt kell tenni az ottani alkotmányra, el kell fogadni az ottani rendeknek az igényeit, és hát őt ugye a keleti partvidék, tehát a Katalónia és Valencia tartományok ellenzéki, tehát a kasztíliaival szemben álló rendjei támogatják az ő uralkodói ambícióit ott. Ennek megvannak a régre visszanyúló gazdasági okai, ő a késő középkorban ez a vidék egy nagyon fejlett, gazdag és virágzó polgársággal rendelkező terület volt, a földközi tengeri kereskedelemnek, ugye a levantai kereskedelemnek köszönhetően. Na most a 16. századtól kezdve nagyjából, amikor ugye részben Amerika felvezetése, ugye a spanyol gyarmatosítás következtében is, és egyáltalán a kereskedelemnek az Atlanti óceán partjára, meg a transatlantikumra való áthelyeződése következtében, ez a földközi tengeri kereskedelem jelentősége
hozama csökkent. És részben emiatt ugye ennek a polgárságnak a súlya és hát az ottani rendiségnek a szerepe hanyatlott, de ennek politikai oka is voltak. A valamennyi újonnan annektált területet, amelyek ugye az új világban voltak, vagy akár a Fülöp-szigeteket is a 16. század végén, a kasztíliai koronához csatolták. Mert a kasztíliai uralkodónő annak idején finanszírozta, hát Kolumbusznak is a vállalkozásait. Na most ennél fogva, hogy a Kasztília lélekszámában gazdasági súlyát tekintve ránőtt, vagy messze fölében nőtt ugye a kelet-spanyolországi területeknek, és hát ez aztán politikai téren is érvényesült, a különböző uralkodók és kormányzatuk megpróbálta integrálni, minden nagyon mértékben alávetni Katalóniát, Valenciát, tehát ezt a földközi-tengeri partvidéket. És végeredményben ez az, ami kiváltott egy ellenzékiséget, egy hosszú időn át fokozódó ellenzékiséget, ennek a térségnek az ellenzékiségét, amely ráadásul közvetlenül is szenvedett a szomszédos Franciaország elsősorban gabona exportjától, úgyhogy összességében ezek az okai annak, hogy ők a franciák, a kasztíliaiak által támogatott francia trónjelölt, telszemben, és egyáltalán a francia abszolutisztikus, a mindent alárendelni, begyűrni szándékozó, ugye a 14. Lajosi politikával szemben a szeparatizmust, a lehetőleg minél nagyobb fokú önállóságnak a megőrzésén, vagy akár kiterjesztésére törekedtek, és ezt remélték az osztrák Habsburgoktól, ezért támogatták Károlyt, ugye az osztrák Habsburg dinasztia, hát akkor fiatal tagját, de hát ugye ez hosszú távon nem hozott sikert, végül is ugye fel kell adni ezt az álmot. 1711-ben, amikor Károly visszatér a spanyol területről Közép-Európába, akkor ő egy kudarcon van túl, ami mellett ott van a bátyjának a halála? És át kell venni ezt a helyet? Vagy mi a helyzet akkor, amikor ő visszatér Bécsbe és környékére? Erre nehéz tudok válaszolni, hogy ez kudarc vagy nem kudarc. Bizonyos értelemben egyértelműen kudarcként éli meg. De ez egy szubjektív tényező ebben, hogy aztán összességében az-e, történetileg nézve ezt majd megpróbálom egy kicsit kifejteni, a kudarc az ő esetében az mindenképpen abból áll, hogy ő nagyon beleszeretett a spanyolországi uralkodásába, nagyon jól érezte ott magát, és nem szeretett volna onnan visszajönni. Tehát nem is készült, hát ugye gondviselés kiszámíthatatlan, ugye nem készített őt sem a közép-európai területeken való uralkodásra, tehát az osztrák tartományok felett, vagy a cseh korona területek felett, vagy a magyar királyság felett uralkodásra nem készítették fel, erre nem számított, hát ez egy véletlen. Ugye a bátyja halála fiatal, 33 éves volt, József és egy himlőjárvány vitt el nagyon rövid idő alatt, tehát bő hét alatt. Tehát ugye ez mi az alatt még a posta se fordul meg abban az időben a távoli területek között. Tehát erre nem számított senki, úgyhogy ez egy véletlen dolog, erre ő nem készült fel, és nagyon nehéz szívvel, és nagyon nem szívesen, tehát hagyta ott azt a területet, amennyire lehetett, húzta is az időt, hogy ne kelljen visszajönnie, de hát ugye a bécsi kormányzat mindinkább sürgette, hogy muszáj átvennie, ugye ölébe hullott minden örökség. Tehát ugye a bátya teljes öröksége tulajdonképpen egyik napról a másikra az ölébe hullott. És itt ugye a kérdés másik részére a részben a felelet, hogy most akkor ez kudarc-e, hogyha valaki a még föl nem adott, mert ugye de jure nem adta föl azért a spanyol koronaterületeket, és annyira nem, hogy ugye a feleségét ott hagyta helytartói minőségben, hogy a jogigényt személyesen fenntartsa. Ez két hosszú évig így lesz, hogy ő ott marad. Tehát ő reménykedett még, ugye nem ért még véget a spanyol örökösödési háború, ő úgy érezte, hogy esetleg lehet még esélye arra, hogy megszerzi azt is. Ráadásul ugye a német-római császárságban, ami nem örökíthető, tehát ugye ezt nem örökölhette meg a bátyja után, viszont megint a nemzetközi politikai körülmények közepette, a birodalom is óriási ellenszenv ébredt a franciákkal szemben, ugye a sokszoros, hát ugye fegyveres összetűzések miatt, gyakorlatilag biztosra lehetett venni, hogy őt megválasztják német-római császárra, és meg is választották, tehát még azon az úton, hogy Barcelonából jött vissza Bécsbe, útközben majdnem Frankfurtban, megválasztották, meg is koronázták, tehát ő már császárként, megkoronázott császárként érkezik meg Bécsbe.
Úgyhogy ez mondhatni pillanatok alatt lejátszódott, és a legcsekélyebb minimális ellenállás, azt kell mondjam, volt csak ezzel kapcsolatban, tehát szinte névlegesnek mondható. Úgyhogy hát most akkor ez kudarc. Nyilvánvalóan a történeti megítélés valószínűleg nem tartaná annak, de ő bizonyosan, tehát így személyes okok miatt bizonyosan tartotta, hogy csak egy példát említsek, hogy a szarkofágján, ami ugye a bécsi kapucinus kriptában van, és aminek a kialakításába ő még beleszólt, abban a barcelonai kikötő van annak az oldalán. Tehát ezt magával vitte ennek az emlékét a örökre. Úgyhogy ennyire ragaszkodott ehhez az ottaniakhoz és az ottani helyszínhez. Zárjuk le a spanyol történetet. Ott marad a felesége 2 évig, még zajlik az örökösödési háború, még fennáll az esély annak, hogy újra egy Károly egyesíti a spanyol és a közép-európai Habsburgákat, és egy hatalmas birodalom jön létre ezzel. Mi az, ami ott lezárja a történetet, mikor derül ki, hogy nincs esélye? Hát ez nagyjából már ekkortájt körvonalazódott, csak ő ezt még nem tudta. Ugyanis pontosan ugye az ő támogató hatalmak a spanyol körösödési háború idején, és egyáltalán az osztrák Habsburgokat támogató hatalmak. Különösképpen ugye Anglia, illetve hát 1707 óta már Nagy-Britannia, és a Németalföldi Egyesült Tartományok, ugye hát népszerű nevén Hollandia. Voltak azok a hatalmak, tengeri hatalmak, ugye itt a flottára szükség volt, hogy az osztrákoknak nem volt tengeri flottájuk, tehát ő maguknál, és anyagi, jelentős anyagi erőkkel is támogatták a háborúban, a franciák ellenek, a franciák konkurensek voltak a tengeren is, még Amerikában is, tehát ugye gyarmatosítás folytán, és hát ugye az agresszió, amelyik újra is újra a francia részről ugye megnyilvánult az előző évtizedek során, ez bőséges leckét adott nekik. Igen ám, csak hogy pont ugye József halálával, annak következtében, hogy ő mindent megörökölt, és hogyha most még a spanyol korona területeket is sikerült volna megszereznie, akkor gyakorlatilag ugye egy világbirodalom kerül a kezére, ugye a gyarmatokat is beleértve, olyan, ami utoljára 5. Károlynak volt a kezén, de ő is megosztotta az öccsével, Ferdinánddal, mert ugye belátta, hogy képtelen kormányozni egyszerűen praktikus okok miatt ekkor hatalmas konglomerátumot, amit ez jelentett. És ugye a francia diplomácia már ekkor elég kutyaszorítóba került a hadszíntereken, elkezdett titokban tapogatózni a tengeri hatalmak felé, amelyek kötélnek is álltak, mert ugye érezték, hogy most nekik mivel jobb az, hogyha az egyik konkurens helyett egy másik hasonló léptékű, vagy hasonlóan fenyegető konkurens váltja fel az előzőt. És ugyanezt nem vertik nagy dobra, és a látszatot még egy ideig fenntartották, és ugye a bécsi kormányzat, el kell mondani, hogy meglepően gyenge működött a diplomáciai hálózatuk, az ember olvassa ezeket a beszámolókat, akkor elképed, hogy a franciák milyen egyszerű módon tudtak kémkedni és kipuhatolni az ellenfél meg a támogatók szándékait. A lényeg az, hogy a látszatot fönntartották egy darabig, de azt egyre kevésbé lehetett nem észrevenni, hogy lényegében ki hátrálnak és kifarulóban vannak. Hivatkoztak a kimerültségre, anyagiak, katonaira, stb. És ugye aztán az események önmagukért beszéltek, ugye 1713-ban a franciák a spanyol hadszintéren, ugye 5. Fülöp, ugye a Bourbon unoka, 15 lesznek a unokája, olyan katonai fölénybe került, hogy a császári haderőt, amelyik ugye a Károly feleségének a támogatására jelen volt, ki kellett vonni, és hát ugye Erzsébet Krisztina császárné, akkor már ugye a császárnénak is visszajött Bécsbe, és hát gyakorlatilag ugye kivonultak, de nemhogy lélekben, de még diplomáciailag sem adta fel. 1725-ig nem mond le a spanyol koronáról Károly. Ez persze már menőben formalitás volt akkor már régen, tehát egy de facto helyzetet egyszerűen nem kívánva tudomásul venni. 1725-ben következett az a pillanat, amikor hát formálisan is lemond, és akkor végre hát ugye ilyen értelemben tiszta víz kerül a pohárba. Mit lát, amikor megérkezik a császárságába lényegében? A magyarországi szabadságharcnak többé-kevésbé emlékeim szerint vége van, de a békekötés még talán nincs lezárva. Hogyan viszonyul ő ehhez, és mi a helyzet a birodalom többi részével? Talán hadd kezdjem a birodalom többi részével. Ugye 1713-14,
a spanyol örökösödési háborúnak a diplomáciai befejezése. Tehát az utrechti békerendszer 13-ban, a Rastatti, ugye a császár és a francia király közötti megegyezésnek az időpontja. És ez átrendezi Európának a térképét elég nagy mértékben. A lényeg az, hogy egy öt hatalmi rendszert alakítanak ki, emögött az a elképzelés húzódik meg, hogy az öt hatalom, tehát öt oszlopon vagy öt lábon álljon ez a rendszer, amelyik biztosítja az egyensúly, hatalmi egyensúlynak a fennmaradását. Ezek ugye Anglia, Franciaország, a Habsburg Monarchia, Oroszország és Oroszország, ugye a felterülő Oroszország, közben ne felejtsük el, az északi háború, ugye Oroszország annak a nagy nyertese, tehát ilyen módon ugye Európába bekerül, most már ugye földrajzilag is, és mint komoly politikai tényező is, Oroszország. Tehát ez az öt hatalom, és Spanyolország kiesik. Ugye az eddigi a volt nagy hatalom, az tulajdonképpen középhatalom már. Ez nem területi értelemben, mert nyilván tengeri területek továbbra is hozzátartoznak, de az európai súlyát tekintve igen. Na most a Habsburg monarchiával mi történik? A Habsburg monarchiával az történik, ugye volt 1703-ban egy családi osztozkodás. Ez ugye még néhány nappal azelőtt, hogy Károlyt útnak indították volna Barcelona felé, került sor erre a dinasztikus osztozkodásra, még Lipót ugye az apa életében történik, és József jelenlétében. Ez egy kölcsönös örökösödési szerződés keretében történik ez, amit szép latin szóval kifejezésre pactum mutuae successionisnak neveznek. De most én ennek nem az örökösödési részéről beszélnék, majd arról is érdemes, ugye az majd a pragmatika szankció kapcsán, hanem a területi vonatkozásokról. Ugye ezt titokban kötik a család legszűkebb tagja és néhány miniszter jelenlétében. És tulajdonképpen az apa, Lipót, a fiai között felosztja a létező és a reménybeli örökséget. Ugye akkor a reménybeli a spanyol monarchia. Azt kapja Károly, ha megszerzi. József el van intézve már ugye az előző években a koronázások kapcsán az ő jövője felé, ugye kövezett út vezetett ekkor már. De az a helyzet, hogy a spanyol monarchia aránytalanul nagyobb. Hát ugye, hogy most hozzáteszük a tengerentúli gyarmatbirodalmat, azokat a gazdasági jelentőségeket, amit a óceáni kereskedelem jelentett, akkor sokkal nagyobb gazdaságilag is jóval nagyobb súlyt képvisel. És pont azért, hogy ez ne legyen ilyen aránytalan a két fivér között, ezért titokban, és ezért kell titokban tartani véleményben ezt a megállapodást, úgy dönt az apa, hogy a spanyol koronához tartozó itáliai területeket kapja meg József, amint Károly megszerzi a spanyol koronát. Na most ezt azért kellett titokban tartani, mert a spanyolok, a Károlyt, a Habsburgokat támogató, trónigényét támogató spanyolok, azok persze egészben akarták a spanyol monarchiát megtartani, tehát intakt módon. Úgyhogy nyilvánvaló, hogyha ez kitudódik, ez a családi osztozkodás, akkor a spanyolországi Habsburg támogatóikat rögtön elveszítették volna, hát ezt nyilván nem akarták kockáztatni. Tehát ez történik. Na most, mi történik az utrechti békerendszerben? Mégiscsak sor kerül, csak itt most már a különböző hatalmak együttes, tehát egy nemzetközi megállapodás keretében osztják fel a spanyol monarchiát, és ennek eredményeképpen olyan területek, mint ugye az antigi spanyol Németalföld, azaz Belgium, a Habsburgok kezére került, tehát most már osztrák-német-alföldnek fogják hívni ettől kezdve. A milánói hercegség, a későbbi lombardiai terület szintén, ugye az is spanyol felségterület volt eddig, az most szintén az osztrák Habsburgok felhatóságára került, és a nápolyi királyságot, tehát az a pápai államtól délre eső Csizma részt, vagy Csizma sarkáig, ugye Szicília ekkor még nem, szintén, amelyik úgy szintén spanyol felségterület volt Itáliában, az úgy szintén az osztrák Habsburgok kezére kerül. Tehát tulajdonképpen felosztják a spanyol monarchiának a ibériai félszigeten kívüli európai területeit, és ezeket nagyjában egészében sok apró tartomány lehetnénk meg nevezni, vagy városállamocskát, tehát az végtelenség zsorolható, kerül Habsburg kézre. Tehát egyrészt van egy ott, főleg itáliai területen, illetve Belgiumban egy területi gyarapodás, és itt ez nem is csak területi gyarapodás, tehát különösen Belgium, de egyébként is Lombardia is, hát ezek gazdaságilag nagyon fejlett területek. Tehát Belgiumban ott van egy transatlanti kereskedelmi társaság szintén, majd erről még érdemes lesz egy szót ejteni a későbbiekben. Tehát ez az egyik dolog.
hogy van egy jelentős területi gyarapodás, ami hát ilyen értemben bár a spanyol koronát nem kapja meg, nem sikerül megszerezni, de ezeket a addigi spanyol korona területeken meg mégiscsak. Másrészt pedig hát ugye ő lesz a német-római birodalom uralkodója, ugye császárként. Na most a probléma ezzel az, hogy ez a császári méltóság ebben az időben már nem jelent túl sokat. Nagyon előkelő cím, de tartalmát tekintve nem túl sokat jelent. Egész egyszerűen azért, ez már hosszabb ideje így van, de most meg még inkább, mert hogy tulajdonképpen bizonyos birodalmi fejedelmek a birodalmon kívüli területeken is szertettek bizonyos országokra, vagy bizonyos koronákra. A hannoveri választófejedelm 1714-ben angol király lesz. Át is teszi oda a székhelyét. Ő, ha úgy tetszik, egyfelől alattvalója, vazallusa a német-római császárnak, na de Nagy-Británia uralkodójaként viszont gazdaságilag hatalmát tekintve jóval fölötte áll igazából. A brandenburgi választófejedelem 1701 óta porosz királyi címet is visel, mert hogy nem csak brandenburgi választófejedelemség területe fölött uralkodik, hanem a német lovagrendi területeket is megszerzi, tehát ilyen értelemben ugye létrejön Poroszország, és annak egy része szintén, a területének egy része szintén kívül van a birodalmon. Egy másik birodalmi fejedelem pedig Dánia uralkodója lesz. Tehát gyakorlatilag ez az egyik lábbal bent vannak, a másik lábban kívül vannak, ráadásul szuverén uralkodóként vannak kívül a birodalmon. És ráadásul tegyük hozzá, hogy ezek mind a felsoroltak, mind protestánsok. Tehát itt ugye a protestáns tábor hihetetlen mértékben megerősödik a katolikusokhoz képest, és hát ugye a Habsburg dinasztiának a katolikus császár számára ez felekezetileg sem kedvező állapot. Ráadásul ugye bizonyos, lehet mondani a szász választófejedelem, mert a szász választófejedelem meg lengyel király lesz. Lengyelország király. Tehát gyakorlatilag ugye itt megint az a helyzet, hogy ő is egy a birodalmon kívüli területnek is lesz az uralkodója, miközben belül is van, de kívül is van. De az is probléma, hogy ugye a Wittelsbachok az egyik legjelentősebb fejedelmi család, ugye a bajor fejedelmi család, rokonságban áll szintén Wittelsbachoknak egy másik ága, a pfalzi választó fejedelmi családdal, meg a tríri hercegérsekkel. Ezek történetesen katolikusok, de összefonódás áll fenn ebben a téren is. Tehát tulajdonképpen a császári hatalom önmagában már nem jelent túlságosan sokat. És nem jelent igazából tényleges hatalmat, lépten, nyomon, innen, onnan, amonnan korlátozni tudják. Arról nem beszélve, hogy ez a sokféle külső érdekeltség, tehát birodalmon kívüli érdekeltség, természetesen a birodalmat is, a többi fejedelmet is, a kisebb fejedelmeket is megosztja, és hol ilyen, hol olyan táborba állítja, vagy sodorja éppen. Egy dolog szempontjából viszont megpróbálja, pont emiatt a helyzet miatt, Károly ezt a császári méltóságát fölhasználni a dinasztikus politikája érdekében. Arról van szó, hogy a Habsburg fennhatóság alatt álló területek, tehát amelyek örökíthetőek, nek a súlyát próbálja meg növelni, részben területileg is, részben jelentőségben. Ugye az egyik mindjárt Magyarországon következik be, 1714-ben kirobban a Porta, a törökök és Velence között a háború, a Szentligába való tartozás, még az előző századba visszamenő tartozás alapján a Habsburg monarchia rögtön beavatkozik Velence oldalán, és hát ugye ez a háborúban 1716-ban lépnek be, és ennek köszönhetően foglalják vissza, vagy kerekítik ki ugye a magyar királyságot, a temesi bánságot sikerül visszahódítani, sőt, egy kicsit tovább is mennek, az észak-szerbiai területet, amit Olténiának is hívtak, azt is a Habsburg monarchiába kanalazzák, hogy így mondjam. Tehát látszik egyfajta keleti irányú törekvés, ami egyébként hát az egyik fő legfontosabb miniszterhez, ugye a Savoy Eugénhez, ugye, aki az udvari haditanács elnöke is, és hát ugye a legismertebb Habsburg hadveszélyek egyike az egész történelem folyamán gyakorlatilag, ugye nevéhez fűződik, vagy szokás fűzni. A másik törekvés az, hogy Itáliában is megpróbálják megerősíteni a pozíciójukat. Tudni kell azt, hogy Itáliában vannak birodalmi hűbérterületek. Ez még a korai középkorra nyúlik vissza, az egykori Lombard királyság idejére. A Lombard királyságnak az itáliai területei
azok mindenkori császár, illetve birodalmi hűbérterületek. Na most ez azt jelenti, hogy a birodalom uralkodójának joga van ott adót szedni, meg investitúra jogot, tehát ugye az, a püspökök beiktatásának a jogát gyakorolhatja, de ez azt a középkor későbbi századaiban elenyészik, mert ugye ezek a itáliai, észak-itáliai területek városállamai nagyjá gazdaggá nőnek, hát Velence, Genova ugye nagy kereskedő köztársaságok, vagy akár ugye Firenze, gazdagsága, tehát igazából ez a hatalom ez nem tud érvényesülni, és úgy feledésbe is merül. Aztán 5. Károly egy kicsit föleleveníti, aki ugye spanyol uralkodó is, és német-római császár is egy időben, de ez megint aztán nem lesz folytatása, mert ugye utána a Habsburg család két ágra szakad, a osztrák és a spanyol ágra, viszont pont a spanyol örökösödési háború alatt, amikor hát ugye nagyon szükség van a pénzre, akkor ennek az említett 1703-as titkos családi megállapodásnak megfelelően a két fivér, ugye már az apa Lipót halála után, tehát 1705-től kezdve, József igényt tart a titkos megállapodás alapján a itáliai spanyol koronaterületekre, de ugye ezt nem lehet leleplezni, hogy ők titokban megegyeztek, és arra vonatkozó rendeleteket és adó utasításokat Károly írja alá, de a pénz Józsefhez folyik be. Igen ám, de ez csak addig történik így, amíg Károlyt nem szorítja oly mértékben a pénzszűke, hogy egyszerűen megtagadja ezt a bátyjának. És így közöttük ki is alakul egy viszály, emiatt, amit szintén titokban bonyolítanak, hogy hát nehogy kiderüljön. De hogy Károly azt mondja, hogy hát nagyon sajnálom, de neki is szüksége van most erre a pénzre, nem tudja oda, nem tudja nélkülözni. Tehát ekkor felemelkedik ennek az emléke, ennek a birodalmi hűbérterületeknek az emléke, és aztán az utrechti békekötés nyomán, amikor bizonyos itáliai fejedelmi családok a kihalás küszöbére kerülnek, a Farnézék például, Parma és Piacenza fölött uralkodó Farnézék, vagy a Mediciek, vagy a Toszkána, mert ugye akkor már az nagyhercegség, nem csak Firenze, ezért jelenti, a Mediciek kiadó félben vannak, akkor Károly a Farnéze leszármazott, Farnéze Erzsébet lenne a várományosa ezeknek a fejedelemségeknek, akit a spanyol király, 5. Fülöp, tehát az az Anjou Fülöp, aki Károly helyett lett, ahogy így mondjam, a befutó valójában ugye a spanyol trón, 2. házasságában ő vette nőt. Na most, hogyha ugye ezek a területek mind a spanyol perspektívikusan, mind a spanyol koronához kerültek volna, hát ezért is kötötték ők ezt a házasságot természetesen, erre számítva. Na most Károly ekkor előveszi ezt a kártyalapot, hogy ő mint császár, tehát mint a területek hűbérura, csak az ő beleegyezésével legyen érvényes, vagy lehessen érvényes, ez az öröklési jog, mert ugye a hűbér úrnak a vazallusok örökösödésébe beleszólása van. Hát ebből aztán vita alakul ki, stb. És nem adnék még bele ebbe az részletekbe, de a lényeg az, hogy van egy ilyen törekvés, ami egyértelműen látszik, hogy ráadásul hogy az osztrák tartományokhoz viszonylag közeleső itáliai területekről van szó. Tehát nem is lehet azt mondani, hogy egy kompakt, tehát egy összefüggő, ugye földrajzilag is egymással mindenütt szomszédos terület együttes alakuljon ki, de egy egyértelmű törekvés arra vonatkozóan, hogy azért ez minél inkább a közelségben legyen, és hát aztán majd egy következő lépésben, amikor ez egy újabb csere-bere akció, amikor Toszkánára rá tudják tenni a kezüket a Habsburgok, ugye Lotaringiát elcserélve Toszkánáért, ugye már ez a Mária Terézia férje idején, és ez minden Károly életében zajlik ez a dolog, és akkor ugye hát Toszkána végeredmény a Habsburg felségterület lesz ilyen módon. Tehát azért mondom, hogy itt a birodalmon belüli pozícióvesztés vagy súlyvesztést megpróbálják átvinni és kompenzálni az itáliai területeken való terjeszkedésre és dinasztikus terjeszkedésre. Gyakorlatilag nagyon hasonlót csinálnak, mint azok a hercegek uralkodók, akik a birodalmon kívül is valamilyen uralkodói címet viselnek. Csak itt a császár visel egy toszkán uralkodói címet is. Jól értem? Hát ezt nem ő fogja viselni, ezt a veje fogja viselni, de ugye itt arról van szó, és hát itt már akkor egy kicsit belecsúszunk a ottani családi öröklésbe, ugye a leányák, stb. De a végeredmény felől, ugye a
És akkor most vissza lehet menni akár a Károly neveltetéséig. Az érdekesség, hogy ugye a Bécs török ostroma 1683, aztán három évre rá ugye Buda visszafoglalása 86-ban. Tehát a török elleni Magyarország felszabadító hadjáratnak ugye a fő hadvezére, egyik fő hadvezére és a császári részről az Lotaringiai Károly. Na most ő sógora első Lipótnak, tehát Károly apjának, ugye? Ő, mármint Lotaringiai Károly, egy országát vesztett fejedelem. Ő emigrációban él Habsburg monarchiában, mert a franciák annektálták Lotaringiát. És az ő fiai, azok Károllyal nevelkednek. Hát ott a három fia van, és a két fiatalabbik az úgy közel vele egy idős, a legidősebb az az idősebb náluk pár évvel. Tehát ők gyerekkori játszópajtások, tanulótársak, de szó szoros értelmében tanulótársak, és hát ez egy nagyon mély baráti, és rokoni is, mondom, hát egy rokoni kötelék. Na most Károly, nekem ez abszolút meggyőződésem, bár a történetírásban ezt nem lehet olvasni, de én a általam olvasott dokumentumok levelezés alapján elég egyértelműnek látom, hogy Károly sem a lányát akarta utódául, trónutódául. Az utolsó pillanatig reménykedett abban, hogy a veje lesz. A legidősebb lotaringiai herceg, aki aztán mégiscsak fejedelem lesz Lotaringiában, mert a franciáktól sikerül visszafoglalni még a 17. század legvégén Lotaringiát, és akkor ezt már Lotaringiai Károly a híres hadvezér nem éri meg, de az idősebbik fia 1698-ban mégiscsak elfoglalhatja a fejedelmi székét Lotaringiában, Nancyban, hát ott ugye a központja. És akkor újra önálló fejedelmség lesz. Igen ám, de hol van Lotaringia, ugye Franciaország és a birodalom határán. Tehát egy nagyon neuralgikus, hát nem véletlen, hogy a franciák mindig igyekeztek, és aztán a világháborúban is újra meg újra megszerezni ezt a területet. És ő ezért próbálkozik a lotaringiai fejedelmi családdal, csak már most ennek a lotaringiai Lipó, tehát a legidősebb Károly, lotaringiai Károly legidősebb fia, aki ugye fejedelm lesz, az ő tulajdonképpen legidősebbik fiát akarja lányával összeházasítani, de az a fiú meghal, és így a másodfülött ez lesz Ferenc, ki aztán tényleg ugye a férje lesz, majd ezen őt a bécsi udvarban egész fiatal emberként kerül oda, és ott nevelkedik, és hát aztán ugye vőlegény lesz, majd aztán férje is lesz, és ő le kell mondjon, ugye közben a lengyel örökösítésjából kirobban, a franciák ebbe is beavatkoznak Habsburgok a másik oldalról, ugye itt a szász választó, ugye a lengyel trón, na ő a Habsburg támogatott lesz a befutó, tehát a szász választó lesz a lengyel király, és a franciák által támogatott egyik főúr, trónaspiráns, Leszczynszky Stanislaw vesztes. Na most hát ugye a vesztesnek ilyen esetben nem lehet maradása, mert sok jó, ő neki nem néz ki, ő viszont a francia trónörököshöz sikerül a lányát hozzáadnia, a későbbi 15. Lajoshoz, és ilyen módon ugye Franciaország befogadja őket, és akkor ugye Leszczynszky Stanislaw megkapja Lotaringiát, pontosabban ugye Franciaország és a császár között egy olyan megállapodás születik, hogy ha Lotaringiai Ferenc lemond a ottani örökségéről, akkor a franciák támogatják abban, hogy a időközben kihalt Medici család örökségét, még Toszkánát, a Toszkán nagy hercegséget átvehesse, és akkor hát így kerül sor erre a... Tehát ez tulajdonképpen nem a császár maga, hanem ő ezt csak ugye bonyolítja ezt az üzletet, úgy így mondjam, de a veje számára, aki hát így legalább azért mégiscsak egy előkelő nagy hercegségnek lesz az uralkodója, amikor a házasságkötésre sok kerül, ugye a Mária Terézia házasságkötésre. Úgy tűnik ebből nekem, hogy harmadik Károly nagyon jó volt abban, hogy ha a spanyol koronát nem is szerezte meg, de a birodalom területét azt bővítse, vagy befolyását bővítse. Mit csinál a birodalmon belül, mi az ő belpolitikája, egyáltalán milyen problémákra kell, hogy reagáljon? Hát, bocsánat, akkor annyit hadd korrigáljuk, hogy nem, mert ez megtévesztő, valóban mi is a magyar történetben gyakran használjuk szinonimak, a Habsburg monarchia, meg a birodalom kifejezést. Én ezt szeretem elkülöníteni, mert valóban félreértésre adhatok, hogy a birodalmat fönntartva a német-római császárságra, amelyik nem örökíthető, ugye sosem volt az és nem vált azzá mindaddig sem, amíg fennállt, és a másik a Habsburg monarchia. Tehát ő igazából a Habsburg monarchiát próbálta bővíteni, ugye a birodalomban ott voltaképpen nem sok játéktere maradt, illetve hát annyi, hogy megvédje, tehát ugye az azt próbálta elérni, hogy a birodalom határait, mint hát mégis annak az uralkodója lehetőleg garantálni tudja. Na most voltaképpen konfrontálódnia kellett az itáliai
területek miatt, ugye a itáliai reménybeli itáliai területek miatt a spanyolokkal, tehát most már ugye a spanyol burbonokkal, ugye a Farnese Erzsébet említettük az előbb, hogy az ő öröksége miatt, és aztán ezeket mégis a spanyolok tudják megszerezni lassan, de biztosan, ugye 1733-tól kezdve egymás után szerzik meg, vagy szorítják ki tulajdonképpen azokat erről a területről. Hozzá kell tenni azt is, hogy ezt nagyon jó időzített pillanatban támadják meg, például ugye a nápolyi királyságot, mert akkor már Szicíliával együtt, mert akkor már a Szicília is Habsburgokhoz tartozik, ezt a déli-itáliai térséget, mert ugye kirobban, mondtam, a lengyel örökösödési háború, ugye abban elkötelezettek, ebbe a török is bekapcsolódik, tehát megint van a törökkel, ugye közvetlenül a törökkel konfrontálódik, a harmadik Károly, vagy a császárként hatodik, és ugye egy 1736 és 39 között tart ez a török háború, amik ráadásul Habsburg szempontból vesztes lesz. Elveszítik Olténiát, nagyobb veszteséget nem, tehát szerencsére ugye a Magyar Királyság területéből nem kell föláldozni ennek nyomán, de ez hát egyrészt egy nagyon nagy presztízs veszteség, ugye az eddigi diadalmas, vagy a korábbi diadalmas visszahódítások következtében, másrészt viszont ugye pont ezt a hadi állapotot és lekötöttséget kihasználva támadnak tengeren a spanyolok. És ugye itt Habsburgoknak versenyképtelnek, mert tengeri flottájuk nincs. Tehát ugye ezt látni kell, hogy ezen a téren ők nagyon-nagyon sebezhetők. Úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma, és elveszítik azokat a dél-itáliai területeket, amelyek pedig hát azért nagyon értékesek. Igaz, hogy nehezen tarthatók, ugye már csak a távolság miatt is. Amúl meg tudják szilárdítani a pozíciójukat, az Milánói hercegség, illetve a Lombardia, ugye Toszkána most már maradandóan az övék lesz, tehát ugye ezek az itáliai egységnek a megteremtéséig maradnak is Habsburg kézen, tehát tulajdonképpen Észak-Itáliában maradandóan meg tudják vetni a lábukat, és a nagy probléma, ami a nagy kihívás, ugye az a trón örökítésének a kérdése lesz. Ugye ez a, hát tudjuk jól, hogy Károlynak nem, pontosabban születik egy fia 1716-ban, de ez a Lipót János névre keresztelt főherceg, ez még csecsemőkor még abban az évben meghal. És aztán több fia meg tényleg nem születik. Születik három lánya, ugye már mindjárt a következő évben, 17-ben Mária Terézia, a legidősebb, aki aztán trónörökösé is lesz, és még két lány a későbbiekben. De ugye az a probléma, hogy hát a nőági örökötödés kérdését azt rendezni kell. És hát ugye itt kell visszatérni tulajdonképpen ahhoz a részben a családi örökléshez, ugye ez az 1703-as paktumhoz, amelyben nem csak a területi, akkor még a reménybeli területeket osztja fel, ugye a három férfi, ugye az apa és a két fia egymás között, hanem rendezik a családi öröklési rendet is. És ez nagyon egyszerűen fogalmazva úgy szól, hogy a legutoljára uralkodott személy egyenesági leszármazottai örököljenek. Ami azt jelentette, vagy jelenti, aztán ugye Lipót meghal 1705-ben, tehát nyilván, hogy akkor az őt követő József, tehát ugye az idősebbik fiú leszármazottai jogosultak elsősorban örökölni József után. De József sem megint az a helyzet, hogy amikor ő ugye hát 11-ben váratlanul járványban meghal, két lányt hagy hátra. Tehát ott ugye megint nincs fiági örökösödés, és akkor mindent örököl ugye Károly, és hát attól kezdve meg ő az utoljára uralkodott személy. Még egyébként él az egyik nővérük is, Lipót lánya, tehát ő nyilván már ugye ez a sorrend eleve kizárja, vagy nagyon hátra sorolja az örökösítési rendben, viszont a Józsefnek a két lánya, azok még cseperedőben vannak ekkor, és amikor Károly visszatér Barcelonából, nem mindjárt rögtön, hanem 1713-ban, akkor ő aktualizálja. Tehát a pillanatnyi helyzetnek megfelelően aktualizálja ezt a 1703-as családi megállapodást. Mit sem változtat a logikáján? Van egy ilyen félreértés a történetírásban, az osztrákban is, hogy ő megmásította volna, vagy önkényesen megváltoztatta volna, nem változtatott meg semmit. Egyszerűen aktualizálta. Tehát arról van szó, hogy 1713-ban azt mondta, hogy ő az uralkodó, következőképpen az ő egyenes ági leszármazottait illeti az öröklés
első sorban. Az most egy más kérdés, hogy 1713-ban neki semmilyen örököse nem volt még, ez csak egy elv, ez egy deklaráció volt e pillanatban. Éltek viszont József lányai, mondom, cseperedő korban, majd 19-ben megy az idősebbik, férjhez Mária Józsefa, ő történetesen a leendő szász választó fejedelem, a későbbi lengyel királynak lesz a felesége, és a fiatalabbik Mária Amália, az pedig 22-ben megy férjhez, ő pedig a bajor választó fejedelmi méltóság várományosához, aki aztán valóban ugye az apja örökével lépve bajor választó fejedelem lesz, sőt, ugye még német-római császár is lesz 5 évig, ugye ő lesz a 7. Károly császár. Tehát ők majd ugye férhez mennek, de a férhez menetelükkor le kell mondjanak az öröklési jogukról, ezen örökösödési logika szellemében, mert ugye akkor már, hát 17 óta él Mária Terézia. Jó, hogy még ugye nagyon pici, de mégiscsak. Tehát akkor ő az első számú, és még utána is, majd a később születendő húgai még mindig előbbre sorolódnak ebben az öröklési rendben, mint a Józsefnek a leányai. Na most ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ugye eddig még erre nem volt példa abszolút monarchiában, hogy lány örököljön. Az igaz, hogy az 1703-as titkos megállapodás nem zárja ki. Tehát ott tényleg csak öröklési sorrendről van szó, nemekről egyáltalán nem esik szó. Vagyis amit nem zár ki a jog, ugye az lehetséges. Tehát nem zártak ki a lányokat, de mégis a magyar törvényekkel az 1687-es országgyűlés elfogadta a Habsburgoknak az örökletes királyságát, de csak fiágra nézve, az igaz. Tehát például Magyarországon ez nem lett volna érvényes. Úgyhogy itt, és azért ez célszerű volt más tartomány Erdélyben hasonlóképpen, ugye, végigjátszani, hogy akkor az egyes országok tartományok örökletes, tehát a Habsburgok örökletes országa és tartományainak a rendjei egyenként a maguk tartománygyűlésén vagy országgyűlésén fogadják el a nőági örökösödésnek a lehetőségét magukra nézve kötelezőnek. És hát ugye ezért került erre a sor, amit aztán majd még, ugye hogy biztos, ami biztos, különböző nagy hatalmakkal, tehát külső hatalmakkal is garantáltatni igyekezett az uralkodó, hogy biztosra menjen. És hát ugye ezt azért megér egy misét a magyar részről, hogy ugye a 1722-es országgyűlés fogadta el nálunk, mert már előtte az erdélyi ugyanabban az évben, és aztán a pozsonyéja is hasonlóképpen, és ráadásul az 1713-as pragmatika szankcióban, mert ott nevezik ezt először pragmatika szankciónak, és azt már nyilvánosságra hozta Károly. Tehát ott ugye ez a titkos szerződés már ugye nyilvánosságban, de nem volt mit titkon, mert már nemzetközileg felosztották, tehát már nem is lett volna értelme. Abban szerepelt az a kitétel is, hogy a Habsburgok országai és tartományai egymástól feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul öröklődjenek. Tehát magyarul egy tagban. Na most a Magyarországgyűlés ezt átvétette a magyar törvénykönyvbe ebből a 1713-as családi öröklési szabályozásból. Ugye most fel lehet tenni a kérdést, hogy miért? Egyáltalán mit akart ez jelenteni gyakorlatban, és mi célt szolgálhatott? Ugye ennek nagyon nagy jövője lesz, mert még az osztrák-magyar monarchiának a közös címere szalagfeliratában is ott szerepel, ugye hát a latin változatában, hogy indivisibiliter ac inseparabiliter kitétel. Ez azt jelentette, hogy ha több örökös lenne, vagy több örökös számna az apa a között akarná felosztani a családi örökségét, a monarchiáját, ne oszthassa fel, mert az nyilván meggyengíteni azt a terület együttest, minden gazdasági, katonai, minden értelemben. Volt már erre többször példa, első Ferdinánd idején utódai a 3 fia volt, és felosztotta közöttük, és aztán ugye a leszámazottaknál ezből lett is Fivér Viszály, II. Mátyás és Rudolf között például még a 30 éves háború kitörését megelőzően. Szóval ebből voltak problémák, és hogy erre ne kerülhessen további abban sor. Másrészt pedig, hogy igenis az egymásért való kölcsönös felelősség. Tehát tartozzanak meg segíteni egymást, amennyiben a valamelyikük bajba jut. Ez megint a gazdasági, a katonai szférára egyaránt vonatkozik. Tehát egy kölcsönös felelősségvállalás. Úgy is mondhatnánk, hogy az eddigi personál unió, amelyik ezeket összefűzte, mert ugye az uralkodó személye volt tulajdonképpen formálisan csak az az összekötő kapocs, az most annak a helyében egy reális unió, a valóságos unió lép.
Ez egy kicsit válasz arra is, hogy hogyan viszonyul Károly a magyarokhoz, illetve milyen ez a viszony. Hogyan tudott egy szabadságharc után Károly indulni? Gyakorlatilag egy, hát ha lehet ezzel a képpel élni, akkor egy kiegyezésre volt szükség, ami úgy tűnik, hogy sikeresen végbe ment a magyar elittel, a magyar rendekkel. Abszolút. Bár meg kell mondani, hogy a magának a kiegyezésnek az érdeme, az még nem az övé, az, hát, ha úgy vesszük, a bátyáé, ugye, aki pont még a szatmári megállapodást megelőző hetekben, tulajdonképpen egy két héttel előtte hal meg. Ugye titokban tartják a halálát, pont azért, hogy a kurucok nehogy emiatt ne írják alá a már formálódóban lévő megállapodást, tehát nem akarják ezt kockáztatni. Illetve hát, ha még közelebbről nézzük, akkor két magyar személyé, ugye a kuruc sereg akkori főparancsnok, a Károlyi Sándor, és a magyarországi császári haderő akkori főparancsnok, a Pálffy János grófnak. Dolgozzák ezt ki, és hát ugye Pálffy hatékony közreműködésével nyeletik le a bécsi udvar torkán ezt a, talán tudás, hogy keserű pirulának mondani, de mindesetre lépésről lépésre, hogy több hónapon át húzódó tárgyalássorozat, ez ők közöttük, amelynek a során formálódnak itt az egyes pontok, a megállapodásnak az egyes elemei, és ezeket egyenként egyeztetni kell ugye az udvarral, hogy hát ők is ezt fogadják el, és akkor lehet a következőt elővenni, és tovább lépni. Ugye? Szóval egy tárgyalássorozatnak ez az eredménye, ami akkor még javában szeptemberig, 11 szeptemberig Barcelonában van Károly, úgyhogy abszolút távol van ettől a dologtól. Egy dolog azonban mégiscsak kapcsolódik hozzá ezzel összefüggésben. Ugye az történik, hogy meghal József, és akkor hát hirtelen ugye valamit meg kell oldani, a pillanatnyi kormányzási helyzetet ugye a bécsi udvarban, és akkor azt találják ki, mert a nádor, Eszterházy Pál akkor még, mint nádor, igényt tart, ugye nincs uralkodó, akkor ő kapja meg a kormányzó jogkört. Pontosan a helytartó jogkört kapja meg. Tehát az uralkodó nevében kormányoz. Most Bécsi udvar nem szeretné neki odaadni, Eszterházy Pál abszolút ugye uralkodó családhoz, hű családból, hiszem ő maga is, de azért több mindenben hát vitatkozott az udvarral, és ez nem látták volna szívesen, és az a salamoni döntés születik, hogy az özvegy császárné, Lipót özvegye, mert azon az alapon, hogy ő megkoronázott magyar királyné, 1681-ben megkoronázták Magyarországon királynévá, magyar királynévá Eleonóra császárné, tehát ugye Lipótnak a hát akkor még nem özvegyét, ugye akkor még regnáló uralkodónak a feleségét. És hogy akkor hát mint királyné, amíg a fia vissza nem ér, az örökös, ugye a trónörökös, ugye már formálisan király, csak ugye még nem koronázták meg, addig az anyja kormányozott. Na most ő szeretne bizonyos, apró, tényleg a lényeget nem érintő, de stiláris módosításokat végrehajtani a megállapodás szövegén. Egyszerűen csak ilyen hiúsági okú, hogy a megszólítás, megnevezés, hogy az sérti a felség méltóságát ilyen alapon. Tehát egy-két tényleg stiláris módosítás. És ez Károly tudomására jut. Vannak bizonyos ellentétek, nézetellentétek az udvarban, és hát az Eleonorával szemben álló csoport, egyébként Pálffyt sem állhatja ki, Eleonóra ugye a lánya miatt, a Pálffy Jánosnak a lánya, hát hogy is mondjam, József szeretője volt, és ezt a viszonyt, mert ugye bizonyos családi ékszereket is kapott hálából az ifjú hölgy, bár ezeket visszaadta, de mégsem, tehát az anya ezt nagyon haragudott rá, és ez közvetetten Pálffyra is visszaütött ez az ellenszenv, a magyarországi főparancsnokra, aki ugye hát tető alá hozta a megállapodást. Na szóval ezt tudomására hozták Károlynak, aki azonnal írt egy éles hangú levelet az anyjának, a megfelelő tiszteletkörök lefutása után, hogy eszébe ne jusson bármit is változtatni, mert hogy ezzel rögtön eljátszaná azt a bizalmat, ami még létre sem jöhetett a magyarok részéről, és hozzáteszi, és ez nagyon beszédes, bár ez egy betanult szöveg, de azért ezt az anyjának írja, tehát ez nem a publikum, nem a nyilvánosság, nem propaganda, mert ugye ez egy magánlevél. Sose gondolhat, hogy ez valaki megtalálja egyszer, ugye, hogy én, mint apa a gyermekeit szeretném kormányozni őket, értsd a magyarokat. Tehát, hogy azonnal megtiltotta az anyjának, hogy ebbe a legcsekélyebb mértékben is beleavatkozik. Tehát így kezdődik
a viszonyulása, és én azt gondolom, lehet, hogy ez túlzás, bizonyítani nem tudom kétségkívül, de hogy az ő hatalmi tapasztalatai valamelyest ebbe belejátszhattak. Tudjuk, annyiban hasonló egy kicsit a helyzet, hogy ott is a partvidék, a szeparatizmusra törekvő tartományok rendjei azok, akik őt támogatták, és őnek megvoltak a maguk ugye rendi, ottani rendi törekvései, amit hát őnek nyilván támogatnia kellett ahhoz, hogy ne veszítse el a szimpátiájukat. És ő talán az elődeinél jobban, vagy nagyobb mértékben megértett ebből valamit a magyarok szempontjából. Ami nem azt jelenti, hogy azonosult volna bele, erről nincs szó, és nagyon erőltetett lenne, hogyha mondjuk ilyet akarnék belemagyarázni, de hogy a korábbiaknál nagyobb mértékben megértett, és egy toleránsabb kormányzási metódust volt rá jellemző egyáltalán, mint az elődei, hát Lipóthoz képest abszolút, tehát ez nem összehasonlítható szinte olyan mértékben. Ez a toleráns kormányzási stílus, meg az, hogy hát talán lehet úgy fogalmazni, hogy szimpatizál, vagy érteni próbálja a magyar rendeket, ez miben nyilvánul meg a gyakorlatban? Mi ez a békés időszak? Mitől lesz ez egyáltalán békés időszak, legalábbis Magyarország számára? Úgy értem a békés időszakot, hogy a határokon ugye például a török ellen zajlik háború, de alapvetően az ország területén ez egy sokkal nyugalmasabb időszak, mint hát főleg a törököt kiűző háborúval, meg a szabadságharccal összehasonlítva. Ez részben valóban ugye annak a kormányzati metódusnak is köszönhető, ami alatta megvalósul, részben pedig hát a körülmények is azért közre játszanak ebben. Ugye egyszerűen arról van szó, hogy most beköszönt a nemzetközi béke, ugye a Utrecht után, tehát a spanyol örökösödési háború befejezését követően. A Habsburg monarchia eléri most itt az utolsó, tehát a temesi válságot visszafoglaló török háború után, a 1718-ban lezárja a pozsareváci béke, ugye, vagy passzarovici, ugye németesek így használják, béke ezt a háborút is, és a Habsburg monarchia elérte ekkor a valaha elért legnagyobb területi kiterjedését. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy Belgiumtól a Kárpátok keleti csücskéig, nem egybefüggően persze, vagy ugye Itália, ekkor még ugye a nápolyi királyság is oda tartozik, tehát hogy Dél-Európában is, hát a nápolyi állam az nagy, nagy területű, ugye, meg Közép-Itáliában, meg Észak-Itáliában nagyon jelentős területek vannak hozzá készen. Tehát egyrészt ezek olyan gazdasági lehetőségeket is megnyitnak a magyar birtokos nemesség számára, amelyek hát azelőtt nem voltak. Részben azért nem, mert háború volt, hogy az előző századokban itt honvédelemre kellett, stb. Berendezkedett, ország megosztottsága is így tovább. Tehát egyrészt egy olyan gazdasági, ha úgy tetszik, piac lehetőségek nyíltak meg, amelyek korábban nem voltak. Aztán ugye elkezdődik, ez részben kényszer, amikor a pragmatika szankció nemzetközi garantáltatása miatt az osztendei kereskedelmi társaságot föl kell függeszteni a tevékenységet. A tengeri hatalmak, ugye Anglia és Hollandia, ehhez a feltételhez kötik, mert ez nekik az ő kelet- meg nyugat-indiai társaságunknak konkurenciát jelentett. Nagyon jól működött ugyanis. Túl jól, ugye, ahhoz, hogy nekik ne jelentsen konkurenciát. Na, ők azt a feltételt szabták a garanciához, hogy ezt föl kell függeszteni. Na most ez egy nagy pofon volt a bécsi kormányzat számára, maga az uralkodó Savoy Eugén és több más miniszter is részvényes volt egyébként, tehát személyes érdekeltségük is volt ebben a társaságban. Föl kell függeszteni, és akkor hát ez a haló nincs, akkor a szamár is jó alapon. Már megízlelték a tengeri kereskedelem ízét és annak abból befolyható hasznot, és akkor elkezdik az adriai kikötőt fejleszteni, Triest és Fiume. És hát ez persze egy beltenger, ez nem olyan mérhető az Atlanti óceánhoz, meg az transatlanti kereskedelemnek a addigi hasznához, de legalább az a szerencsés körülmény ezúttal adódott, hogy Velence addigi szerepe, ugye ott nagyon közel van, visszaszorult egy kicsit, a török is kicsit meggyegítette, bár legutóbbi háborúban győztesen került ki Velence, de már nem tudta a korábbi virágzó állapotát visszaszerezni. Egy szóval tehát egy kicsit kevesebb, kisebb konkurenciát jelentett az osztrák tengeri kereskedelem számára. És elkezdődik Triest és Fiume szabad kikötői rangaló felruházása, ami azt jelentett, hogy vámmentesen lehetett behozni. Ez ugye a kereskedőknek az odacsalogatását volt hivatott biztosítani ez a körülmény. De Magyarországon is elkezdték olyan majd a kamarai
igazgatást, tehát az udvari kamara kezelésébe vett magyarországi területeket, amelyeket frissen utoljára hódítottak vissza a töröktől, azokat nem integrálták, vagy nem reintegrálták a megyerendszerbe, és nem osztották föl ugye a birtokosok között, hanem ezt az udvari kamara hivatkozva arra, hogy hát a visszafoglaló háborúk hatalmas költséget emésztettek föl, megtartotta a kamarai kezelésben. Na most, ami azt jelentette, hogy egyrészt nem állították helyre a hajdani feudális földbirtokrendszert, a jobbágyi függő mi rendszert sem, annak ugye az adóztatási és a szolgáltatási kötelezettségeit sem, és lehetőség nyílt monokulturális, ez például a Temesi Bánság területén, monokulturális tevékenységet megvalósítani. Tehát ugye a korabeli léptékkel mérve nagyüzemi gazdálkodást folytatni. Ugye ez pontosan arra spekulálva, hogy majd a tengeri kereskedelem útján értékesíteni lehet ezeket az árukat, és na igen, ám csak ehhez ugye be kell kapcsolni ennek a vérkeringésébe ezeket a területeket, hogyan lehet folyószabályozásokkal, mert ugye az a legolcsóbb és legpraktikusabb szállítási lehetőséget, ugye az biztos, hogy akár ha csak tutajokon is, de mégiscsak, és részben útépítéssel is, például a Károly alatt épül a Károly út, az ugye Bécstől a tenger mellékre vezető út, amelyiknek a kiépítését, hegyvidéken mindent, hát nem sikerült olyan széles, amelynek kellett volna, például hogy kanyarulatnak két szekér egymásodnak elkerülése az problémát jelentett, de minden esetre hát azt kell mondani, hogy lenyűgöző, fantasztikus, hogy a Szikláshegy oldalakba belevágták mégiscsak az utat, úgyhogy a szállításra alkalmas legyen ugye a déli alpokon keresztül. Tehát azért ez egy Stájerországon és Karintián át. Ugye azt mondja, az hegyvidék, hát az le a tengeri. Tehát van egy ilyen irányú fejlődés is, hogy mondjam, beruházás is, és ez bizony Magyarországot is, és példát is akartak mutatni ebben. Ez majd lassanként, magyar birtokosok lassan tudnak erre reagálni, ugye hitel hiányzik Magyarországon, ezt tudjuk jól, még majd Széchenyi is probléma lesz, vagy Széchenyi idején is napirenden lesz a kérdés. Tehát nem könnyű erre gyorsan reagálni, de minden esetre a lehetőség és a minta az kezd kibontakozni. És a másik dolog az, hogy ne felejtsük el, hogy a korábbi időszakban a magyar arisztokráciának, nagybirtokos nemességnek leszámítva néhány nyugat-dunántúli familiát, mint a Pálfiak, az Eszterháziak vagy a Batthyányak, igazából a bécsi udvarba való bejárás, az ottani jelentős pozícióknak a megszerzése, az nem nagyon jutott osztály részül. Részint azért, mert távolabb voltak a birtokaik, és hát azoknak a védelmével voltak elfoglalva ugye a török időkben. Azok a távolabbi keletiebb magyarországi birtokos familiák egyébként németül se tudtak, már pedig ez szükséges volt ugye a hivatali intézésből. Egy részben latinul elboldogultak, de ugye azért a magántársaság, nem szóval az udvari életben az olasz és a francia is ezeket se tudtak. Tehát ugye leszámítva ezt a néhány családot, amelyiknek már nemzedékek óta a szomszédos, úgy értve, hogy a határon túli Steyer, alsó-ausztriai, morvaországi családokkal összeházasodva is, összefonódva, ugye a birtokaik is közel estek egymáshoz, és egyik a másikát segítette pozíciókhoz, örökséghez, és így tovább, és így tovább. A többség ebből ki volt zárva. Na most, amik a békenek a beköszöntése, az azt is elményezte, hogy 1722-es országgyűlés rendelkezik majd a helytartó tanácsnak a felállításáról, tehát egy önálló magyar kormányszervnek, amelyik ugye Pozsonyban rendezkedik be, hát 24-től kezd működni, fölállításáról, és ennek folyamatosan egyre több ügyosztálya lesz. Ez mint egy központi magyar minisztérium. Működik a nádor elnökletével, és hát ebben a hivatali hálózat elkezd bővülni. Az ország területi integritásának a helyreállásával, ugye a megyék, amelyek korábban csak arra a kifli formájú királyi országrészre terjedt ki a fennhatóságuk, most az egykori török hódoltsági területre is vissza újra berendezkedhettek, és hát a megyei hivatalok különböző szintjei megint csak nagyon sok nemesnek biztosítottak hivatali előmeneteli, vagy egyáltalán hivatalvállalási lehetőséget. A hadseregben, most már közös hadseregben is ugye megnyíltak a kapuk, csak hát ugye mindezekhez egyre inkább a korszerűsödő állam, és ebben a hadsereg szintén beletartozott, igényelte a tanultságot. Hát a hivatali életben leginkább ugye a jogi végzettség volt az, amelyikkel ugye tudtak valamit kezdeni, a hadseregben pedig hát ez is a hadtudomány, most már ugye, sőt, ugye
katonai akadémia jön létre Bécsbe, Savoy Eugén kezdeményezésére. Ugye francia, meg majd hova tovább lassanként porosz mintára, egyre inkább, az már inkább Mária Teréz időszaka, amikor ezek jelentik a mintát, és bizony itt most már ugye kaszárnyákban, tehát nem beszállásolva, városokba, falvakba katonaság, mert ott se a fegyelem nem tartható fenn, meg se a, ugye az ott, tehát a lakosság számára ez egy óriási teher jelentett. Most már ugye kaszárnyákat építenek, és úgy mondanak, hogy életpálya modellt is biztosítanak a katonák számára, mert ugyan kiváló hadiszolgálatot, akkor hát ugye ez a fiatal emberként is megsérülhet, vagy megsebesülhet, akár maradlanul valaki. Mi lesz vele azután, hogyha az állam nem gondoskodik róla? És ugye hát nem messze van, Budapesten létesül ugye az első invalidusház, ami a Városház utcában a mai városi tanácsnak a barokk épülete, ugye a hátsó taktus a Deák térre néz. Tehát ez Magyarországra is kiterjed lassacskán, ez persze rengeteg pénzbe kerül, mert ugye ezt a katonaságot a fegyvernemek szerinti uniformisba és állandó gyakorlatoztatásban kell tartani, ez béke idején is. Meg zsoldal ellátni, stb. De így lehet a fegyelmet fenntartani, így lehet a gyakorlatoztatást végrehajtani. Igen ám, de mindehhez ugye a fegyvernemekhez, a katonaság mozgatásához, a fegyelem mellett olyan tisztikar is kell, amelyiknek ehhez megvan a felkészültség. A nyelvi is, hát a vezéleti nyelv a német, a egységes cselekben, de hát nem csak az, hanem a tudományi ismeretek. Tehát több kapu nyílik meg a magyar nemesség előtt, fokozatosan, ugye ez egy folyamat, majd már a tezi alatt ez még jóval szélesebbre tárul ez a kapu, ugye ez már az, amikor egy következő nemzedék lesz annak a tagjai, akik az ő ideje alatt már a vezető központi pozíciókba is eljut, egy hadik András, a udvari hadi tanácselnöki méltóságába tud emelkedni. Tehát ugye abszolút bekerülnek akár a központi vérkeringésbe is. Ez egyébként magával hozza a Bécs által közvetített nyugati kultúrát, a divatot is persze mindenben, viseletben, életformában, az élet minden területére kiterjedően, ami persze nagyon költséges egyfelől. Másfelől viszont ne felejtsük el, hogy olyan kulturális újdonságokat, meg hát az ezekkel összefüggő tanultság mellett, amit vagy ott, vagy másutt, vagy itt is, ott is szereznek meg, ami összességében a magyar társadalom politikai elitjének a szellemi színvonalát is emeli, és alkalmassá válnak tulajdonképpen réteg szinten is arra, hogy fontos hivatali pozíciókat, vagy éppen katonai tisztségeket, vagy akár egyházi méltóságokat is elláthassanak olyan szinten, hogy ez valóban az összmonarchia vagy a nemzetközi összehasonlításban is értékelhető vagy mérhető szintű legyen. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál idáig. A Digitális Legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld az adást. És egy záró kérdésem is van, itt egy nagyon nagy képet futottunk be, nemzetközi kapcsolatokkal megérkezve a társadalom változásáig. Hogyha mérlegre tesszük harmadik Károlynak az uralkodását, akkor mik a legszembeötlőbb változások 1711, mondjuk így a magyar viszonylatot is szem előtt tartva, meg az osztrák időszakra koncentrálva, és 1740 között mit változott a világ ebben az időszakban is, és mi az, amiben Károlynak volt nagy szerepe? Hát konkrétan személyhez kötni azt hiszem nagyon nehéz, ugye itt ez a kormányzás az mindig azért sok szereplős tevékenység. Összességében azt mondhatom, hogy hát az egyik az, hogy tartós, stabil béke volt, az országon belül béke volt. Ez nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert ugye a korábbi, de akár a későbbi időszakhoz képest is, ugye a 19. században is van ugye a szabadságharc az ország területén. Tehát ugye, hogy ez itt egy békés időszak, még nem csak ez, hanem majd a további évtizedekről is elmondhat ugyanez. A béke több mindennek kedvez. A termelő munkának folyamatossá teszi. A nép szaporulatnak, ugye a jobb ellátási viszonyok, de vonzerőt is gyakorol az ország, hát rengeteg, ugye erről nem beszéltünk, idegen etnikum is telepszik be. Ugye eleinte, főleg a volt hódoltsági terület, az mondhatni, mint vákum szívja magához, részben a perem területekről, részben pedig a országhatárokon kívülről a népességet. És ebben megint a kormányzat is, ugye főleg a német ajkú telepeseknek a Magyarországra a telepítésében fontos szerepet játszik, akik, és ezt nem szabad elfelejteni, nem a elnémetesítés, hanem egy
részben magasabb fokú mezőgazdasági munkakultúra, és nem csak mezőgazdasági, hanem ipari munkakultúrát is magukkal hoznak, ami megint csak példanyalán szolgálhat. Lassanként ugye ennek a gyümölcsei megérnek. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy az ország politikai vezetői, és nem csak egy szűk körre gondolok, hanem egészében tulajdonképpen a birtokos nemességre. De a viszonya az uralkodóházhoz és a bécsi kormányzathoz megváltozik, az addigi korábbihoz képest. Gyökeresen megváltozik. Fölismerik azt, hogy itt nem a kárukra akarnak kormányozni. Nem ártana egyébként a történetírásunk is ezt mélyebben tudatosítaná. Ha belegondolunk, tulajdonképpen butaság is feltételezni azt, hogy jobban járhat az ember azzal, hogyha a egyik zsebében lévő pénzt átteszi az utolsó fillérig a másikba. Hogy most akkor gazdagabb lesz-e attól. Hát valószínűleg ezt senki nem gondolná. Na most ugyanez a helyzet, ugye ez egy, hát beszéltünk róla, hogy milyen összetett monarchia volt. Hát most miért lett volna érdeke a kormányzatnak, hogy valamelyik országát, jelesül a magyart, visszaszorítsa, hátrányos helyzetbe hozza, mikor hát innen is az itteni adók, az itt megtermett gyümölcsök, most a szó átvitt értelmében, tehát gazdasági javak együttesen, azok az összmonarchiának a gyarapodásához járulnak hozzá. Tehát épp ellenkezőleg az volt a cél, hogy lehetőleg minél gyorsabban modernizálja. Az más kérdés, hogy természetesen, hogy ez sikerrel járhasson, ehhez figyelembe kell venni az adottságokat. Mi az, aminek megvannak a feltételei, vagy nagyobb mértékben vannak meg a feltételei, és mi az, aminek jószerével teljességgel hiányoznak, amit hát hiába is erőltetnének, az akkor sem teremne gyümölcsöt. Ugye ez majd egy később, ugye már pont Mária Terézia jön ki a vámpolitika, és hogy az ipar háttérbeszorítása, és viszont ezzel szemben a mezőgazdaság favorizálás. Hát, ha nincs iparos ember, ha nincs olyan szakembergárda, amelyik ezt képes fejleszteni, akkor ott egy hibába való egyes nagybirtokosok, például pont Károly Sándornak a kezdeményezése és a saját birtokán, és azoknak a kudarca világosan megmutatta, hogy hova jutnak olyan próbálkozások, amelyek bár jó szándékúak és előremutatóak a törekvésüket illetően, de a feltételek hiánya miatt kudarcra vannak ítélve. Tehát ez megint egy nagy dolog, hogy ezt észrevették, hogy itt nem ellenükre, hanem az együttműködés az, ami eredményt hozhat, és ez kölcsönösen előnyös, hogyha ezt fölismerik. És visszautalnék a kulturális vonatkozásokra is. Hát ne felejtjük el, hogy a felvilágosodás eszmény most nem arról van szó, hogy egy-egy könyv vagy a bizonyos szerzőknek a művei bejutottak, vagy X vagy Y olvasta, mert ilyen mindig volt, mindig lesz, de ez nem fejt ki össztársadalmi hatást. Össztársadalmi hatást akkor tudnak a szellemi irányzatok kifejteni, hogyha annak megvan a társadalmi megalapozottsága, a társadalmi megágyazottsága. Nagyon egyszerűen fogalmazva, hogyha ehhez a megfelelő műveltségi szint megvan. Mert akkor termékeny talajra tudnak hullani ezek a magok. Hozhatnánk példákat keleti szomszédok, meg nem szomszédok, még távolabb keleti országban, ahol szintén tucatnyi felvilágosult értelmiségi járt nyugaton, ugye magával hozta az ottani eszméket, és semmi, de semmi hatása nem lett. Az, hogy nálunk persze nem országos, és nem minden rétegre kiterjedően, az nyilvánvaló sehol sem, magában Franciaországban sem lett ez így, na de, hogy mégis a politikai vezetésben, és aztán a kormányzati szinten, és a magyarországi, a kormányzati tevékenységben, a hivatali elitnek a magyar résztvevői körében viszont mégiscsak a modernizációnak az igénye, és a fejlettebb országhoz való felzárkózás igénye az fölébredt és föllángolt, az ennek is köszönhető, ennek a együttműködésnek, ennek a békés együttélésnek, amely mögött az a felismerés is meghúzódott, hogy itt nem egymással szemben, hanem tulajdonképpen bizonyos mértékig egymást megértve kell együttműködni. Nem akarom idealizálni, tehát nem jelent abszolút konfliktusmentességet. Viták mindig voltak, akkor is voltak például felekezetiek is, hát a protestánsok azért nem váltak egyenjogúval, majd második József ugye fogja a tolerancia pátenst kiadni, tehát ez még jó ideig. De itt is bekövetkezik az enyülés. Ugye a katolikus egyház vezetése, a magyar katolikus egyház vezetése sokalja azokat az engedményeket, amelyeket a protestánsokkal kaptak, és újra előveszik bizonyos
prominensei országgyűléseken, ezeket vissza kellene szorítani. És mivel ezek az érdemi, az aktuális kérdésekről a vitát sokszor más mederbe terelik, ezért uralkodó 1728-ban elrendelt, országgyűlésen vallási kérdést nem lehet tárgyalni, kész. Akinek bármilyen problémája van, egyénileg fordulhat orvoslatért, de ez ne vigye el a lényegtől, vagy kiadja a Karolinai rezolúciót 1731-ben, amelyik a protestánsok esetében a hivatalvállalást feltételéül az úgynevezett dekretális eskü letételét szabja meg, ami tartalmaz a szövegében a Szűz Máriára és a szenteket is, amit hát ugye hitű protestáns nem tett le. De ezt 34-ben már ennyiti, hogy egy passzív részvételre, tehát neki csak végig kell hallgatni, fölolvassák előttük, és aztán alá kell írni. Kész. Tehát nem kell tevőlegesen részt venni, és ezzel tulajdonképpen megint megnyit egy kis kaput a számukra. Úgyhogy ezek olyan apró, nem látványos, de apró lépések, amelyek mégiscsak a bizalom erősítéséhez hozzájárultak, és azt gondolom, hogy hát ezek nélkül nyilván a Mária Teréziai korbeli kormányzás és annak a kedvező eredményei valószínűleg kevésbé érvényesülhettek volna. Tehát itt van egy előkészítés, aminek ugye, ahogy az elején mondtuk, hogy most kezd lassacskán, a hazai történetiás még talán kicsit kevésbé, de az osztrák történetiás se régen, sőt a legutóbbi időben kezd csak lassacskán rá eszmélni. Erre. Hát arról nem beszélve, hogy ez a bécsi udvar akkoriban egy egészen nemzetközi udvar volt. Sokkal inkább, mint Mária Terézia, és pláne nemzetközi, mint második József idejében. Mert ugye a spanyol koronaterületekről való lemondás, az azt jelentette, hogy Károly ottani támogatóinak egy része, aki nagyon elkötelezte magát az oldalán, szintén menekülni kényszerült. És Bécsbe jöttek vele, és ugye ide kerültek az udvarba, részben birtokokat kaptak, stb. Ugye spanyol, olasz, mert ugye az itáliai területekről, itáliai spanyol területekről. Az egész itáliai zene, a bécsi klasszika, ami pont a 18. században fut fel, ugye Haydn, Mozart, majd ugye hát már a német származású Beethovennel, ugye kiegészülve a század végén, hogy csak a legnagyobb neveket említse, hát Vivaldit ő hívja Bécsbe előtte. Hát Vivaldi a példakép nekik, ugye Mantovából. Vagy a színház élet, amit aztán az Eszterháziak is átvesznek Kismartonban, meg Eszterházán, ez már Mária Terézia idején következik be. Na de azok a Barcelonából jött, de Nápoly, oda meg Nápolyba hívott a felesége, való esküvője, tehát a Barcelona esküvőre szerződtetett, Barcelonát megjárt nápolyi zenészek, színészek, Bécsbe eljutnak, és ott teremtik meg azt a látványszínházat, ugye, amiből aztán kinő lassacskán a honi, meg hát aztán a különböző arisztokrata kastélyoknak a saját magánszínháza, így többek között a magyar Eszterháziaké is. Az építészet. Megint itáliai emlőkön, hát azért a Fischer von Erlach, ugye, aki a bécsi hóburgnak a tervezője és átépítetője, ugye pont a Károly idején, vagy a Belvedernek, a Savoy Eugénnek a híres kastély, a Hildebrand, aki hát Rómában tanulnak, ezek mind, noha német vagy osztrák szám, de mind itáliai szellemi emlőkön nevelkedő, éveket, hosszú éveket ott tanult mesterek voltak ők. A festőket is lehetne sorolni. Tehát tulajdonképpen ez a barokk, ez a késő barokk, amelyik persze sokszor derivált, sokszor kicsit provinciálisabb kivételben, de mégiscsak a divat szintjén eljut Magyarországra is. De hát nem is mindig provinciális szinten csak, mert például egy Sandó, aki Lotaringiából jön, Lotaringiai Ferenccel, aki a Schönbrunnban is épít, ő kismartoni, épít az Eszterháziaknak is. Sőt, a budai királyi palotának a tervezésében is részt vesz, ugye már ez ideje átépítik, ugye. Majd az egyetem költözik bele később. Tehát ezek abszolút a nemzetközi élvonalba tartozik egyik másik, ezeknek. Most az ezek által behozott stílust és minőséget nem lehet elég értékelni, és ez ugye mind Károly idejére nyúlik vissza. Az olasz nyelv, az olasz zene, a francia nyelv, Savoy Eugénnal, hát ő Párizsban születik, ugye olasz anyától, francia apától. Tehát neki két anyanyelve van, minden szívesebben beszél, mint a németet. És egész egy ilyen nemzetközi kört, csokoládékört tart fenn maga körül, amelynek egyébként a két évig ott tartózkodó Leibniz is a tagja Bécsben. Tehát egy pezsgő szellemi élet is meghonosodik, és ezt az oda látogató, vagy oda szinte nap mint nap bejáratos magyar arisztokraták is ennek részesei látják, és fölébred a tanulni vágyásnak a szükségessége, hadd mondjak egy példát, Károly Sándor, hát ugye azt meg megállapodást tető a hozója,
Ő Szatmár megyei birtokos, nagybirtokos, tehát kelet Magyarországon, ő addig nem volt a bécsi udvar közegében, nem. És hát ő jól tudott latinul, de nem tudott németül. És más modern nyugat-európai nyelveken sem. És valamikor az 1720-as években, amikor hát hivatali ügyben, már akkor sokat szóra, megint Bécsbe kell járni, és az ügy előzménye az lehetett, hogy a felesége is talán vele akarhatott menni, de ő elég zsugori volt, és nem vitte magába, hogy az asszony bevásárolt, és jobban kerül, vagy valami, ott hagyta, de ahogy ez itt lenni szokott, ilyenkor a férjeknek fölébred a lelkiismeret, és ír neki onnan levelet. És ez nagyon, nagyon beszédes ez a levél, azt írja, hogy nem is éreznéd magad jól itt szíve, mert ha a ő felségével és a miniszterekkel én még csak ugye latinul, vagy deákul, ahogy ő írja, elbeszélgettek, tehát ugye a hivatali szérában ezek mind tudnak még latinul, még beszélni is, de amikor a dámák kacagnak, én mindig azt gondolom, hogy rajtam kacagnak. Mert ugye a hölgyek, és hát mindig vannak informális események is egy udvarban, nem csak a hivatalos megbeszélések, hanem ugye hát a társasági élet. És hát a társasági élet az már csak a hölgyek miatt, csak nem latinul zajlik, hanem franciául, olaszul, még csak nem is feltétlenül németül, de legfőjebb németül, a németül azért mindenki tudott. Na de ő egyiken se tudott. És ő ugye ebben feszélyezve érzi magát, kirekesztve, tehát valóban nem érezte jó magát, és nyilván a felesége se tudta ezeket a nyelveket, talán még latinul se olyan nagyon. Úgyhogy ez a vigasztalás, ez bizonyára találó volt, még akkor is, hogy esetleg gyanús lehet az eredete. De viszont fölé, ő már a fiát, az minden, a franciára is, olaszra is tanítani, meg persze németre is tanítatja. Tehát nem véletlenül, hogy saját tapasztalatán okulva. Hát itt egy lényegében háború folyam és egy küzdelem folyam végén egy ilyen megérkezés, egy prosperáló időszak, harmadik Károlynak az időszaka. Kalmár Jánossal beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szívesen.